Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, srácok, jönnek is a Warframe, és ahogy megígértem, beszélgessünk a, a Voidról. Ugyanis kerünk mostában a warframe ben egy elmélet, miszerint a Void odakint van, és figyel, ugyanis a játék nagyon is utal arra, hogy a Void az nem egy, illetve nem csak egy anyag, vagy egy ilyen extradimensionális hely, hanem valójában van ott valami, ami figyel, és a játék igazából erre nem egyszer ad utalást és Három példát szeretnék ezzel kapcsolatba felhozni, és kikérni a ti véleményeteket, ti mit gondoltok ezzel kapcsolatban, komment szekcióban lehet otthagyni a véleményeket. Nos, először is, ugye, a Warframe-ben eddig mit tudtunk a Voidról, hogy mi a Void? Eddig, ameddig nem nagyon jött be több lore történet. Ugye a wiki szerint uh, igazából um, ez egy orokin um, torony, amilyen uh, aranyazottan világít, és az orokiniak építették, uh, de nem tudni, hogy mi célból. És en innen jön ugye a régi Warframe-ben a Tower kulcsok elnevezés, Tower Keys, mert ezeknek a kulcsoknak köszönhetően jutottál be a tower és az ott megszerezhető kincsekre, amiknek az őrei ugye a korrupted, akik igazából meglettek fertőzve a Void energiája által, és az őrei lettek ezeknek a tornyoknak, e, és nem beszélve arról, ugye, hogy itt, ebben a Void-ban, ez, ebben az extra űrben veszett el az Zari Zero, és így születtek meg a Tenók, és a Tenók ugye a Voidból merítik az erejüket. Na most ez volt eddig, annyi még mindig biztos, ugye, hogy a Tenók a Voidból merítik az energiájukat. Na de, vajon ingyen teszik ezt? Minek az árán teszik ezt? És, és honnan jön egyáltalán ez az energia? Ezek mind olyan kérdések a Warframe-ben, amik megválaszolásra várnak. De addig is jöjjön egy-két példa arra, hogy a Void egy személy, ha nem is egy személy, de egy entitás, aki él és figyel, és hogyha eljön az ideje, valószínűleg bele fog avatkozni a Warframe-nek a történet vonalába. Legalábbis szerintem elég izgalmas lenne, ha a Digital Extreme eltolná a játékot ebbe az irányba is, főleg a New War után, mert ha belegondolok a New War után nem feltétlenül sok minden marad, vagy megöljük a Lotus, vagy a Lotus átáll hozzánk, és a családja ellen fordul, mi meg legyőzünk mindenkit, és happy élet van ezek után. Na de jöjjön egy-két bizonyíték arra, hogy esetlegesen a Void az egy élő entitás, és nem biztos, hogy jó indulatú. Emlékeztek még a Chains of Hero Questre? Na most a Chains of Hero Quest, ugye arról csináltam ott egy videót, hogy miről szól, de a története egy Rel nevezetű tenóról szól, akit Margulis elüldözött, vagyis ki zárt a többi gyerektől, mert hogy rossz indulatú volt a srác, vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy amikor csináljuk ezt a küldetést, és elérünk a bosshoz, aki amúgy úgy gondolnánk, hogy rel, bezárva a herónak a testébe, és ki kell szabadítsuk, hogy végre megnyugodva eltávozzon erről a világról, Kiderül, hogy végül nem Rel ellen küzdünk, hanem egy entitás ellen, aki átvette a Relvorfiének az uralmát. Na most ez utólag kiderül, hogy valószínűleg ez az, ez a valami, ami átvette a a Relvorfiének herónak a, a testét, az irányítását, az maga the man in the wall, ugye az ember a fal mögött és ugye hall, halljuk a küldetés, közben is halljuk a, a, különböző hangokat, megszólal a fejünkben, és azt hinnét, hogy rel az, de lehet, hogy nem. És erre ugye egyre több bizonyíték van arra, hogy van valami a falak mögött, és lehet, hogy Heró nem a relt fogta vissza, hanem igazából azt a valamit, the man behind the wall, tehát a, a férfit a fal mögött, vagyis a valamit a fal mögött fakta vissza. Ez csak egy ilyen érdekes elmélet, nem mondok semmit, de a man in the wall-ra nem jött magyarázat a Chains of Hero questből, csak annyit tudtunk meg, hogy majd egyszer eljön, ez a man in the uh, behind the wall, man behind the wall, vagy man in the wall, egyszer majd eljön, és akkor majd a tenú fel fogja vállalni ezt a felelősséget. És sokszor ugye ott vagyunk né néha, néha aki megcsinálta a a Hero Quest-et, ott vagyunk az űrhajónkon, és sokszor láthatjuk azt a, uh, a, saját magunkat, ahogy megszólít minket, egy hang, hogy hey kidó. És uh, ez a hang, ez valószínűleg, egy elmélet, megint csak mondom, valószínűleg a Voidnak a hangja. Ez az első, ez ott az első jel talán arra, arra utalt, hogy a Void maga az energia a tenók táplának, az táplálják magukat, az, az több, mint csak egy egy ilyen, egy ilyen dimenzió. Na most a következő ilyen utaló jel még régebbi, mint a Chains of Hero quest és arra utal, hogy a voidnak saját öntudata és uh, akarata van, és az nem más pedig, igen, kitaláltátok Captain War. Corrupted Captain War. Mert ugye is mit mond ő a kis monológiában, amikor bemész hozzá? I was cut in half destroyed, but through it's the Void called me. Uh, szóval, it brought me here, and here I was re uh, reborn. Tehát magyarul félbe lettem vágva, ez, a félbevágás, ez igaz, mert Excalibur konkrétan félbevágta, tehát benne a régi intro videóban, vagy a régi trailerben láthatjátok, ahol konkrétan Excalibur ugye ketté vágja Captain Ward, és akkor ott írja, hogy ugye Elvus Katin félbevágtak, elpusztítottak, de a Janus kulcson keresztül a Void hívott engem, Idehozott engem, és itt újjá születtem. Szóval hívott engem, tehát van akarata, van hangja valószínűleg a bolynak, sőt, oly ereje is van, hogy újra éleszteni tudja azt, ami ott van benne. Szóval ez, ez lenne egy másik uh, utalás, esetleges utalás arra, hogy a void az több, mint csak egy ilyen uh, űr, vagy egy, vagy egy dimenzió, vagy egy extra dimenziós űr, amin át lehet utazni, és, uh, és van. Tehát nem valószínűleg okkal fertőzöttek meg ott az emberek, ugye a, a, gyerekeket leszámítva az összes felnőtt beleőrült a voidnak a, az energiába, de mi, mi volt az, amit ott beleőrültek, és a gyerekek miért nem őrültek bele? A tenók ugye későbbiekben lehet, hogy ők őket maga a void választotta ki arra, hogy ne őrüljenek bele, mert hogy egy, mert, hogy egy felsőbb célja lenne a tenókkal. Nem tudom, válaszoljátok meg ti, és végül a, az utolsó utalás arra, ami, hogy esetleg a Void az egy élő valami lehet, az pedig a lótusztól jön, akkor, amikor megyünk és megöljük a ropalolisztot. A lótusz elejt egy ilyen mondatot, lefordítva, hogy rögtön az elején mondja, ahogy, ahogy bemegyünk a Ropaloliszhoz, és ugye mond valami olyasmit, hogy a történelünk az füst, elmosódott álmok, amely szellemek vezéreltek, egy hang, egy void van benned, vagyis motoszkál benned, amelynek az, amelynek az akaratát, akarata még nem mutatkozott meg. Szóval itt, itt a fontos mondat, hogy, egy hang, egy egy void, egy űr olálkozik uh, benned, melynek az akarata még nem mutatkozott meg. És ez is ugye esetlegesen arra utalhat, hogy van a voidnak valami uh, célja még, és tovább folytatja amúgy a, a történetet, ahogy mesél, ugye, hogy megyünk a ropalolis felé, mesél önmagáról is, de közben utalásokat tesz uh, arra, ugye, amikor ő is be volt zárva a luába, a voidba, és... <tosz> ugye rapságba volt az arakíniaknak, ugye a lótusz, az a lótusz maszk, az nem csak egy maszk volt rajta, hanem azzal irányították ők, illetve emlékeket adtak, próbáltak adnak, adtak neki, és hogy kordában tartsa a tenókat, de ő ott valószínűleg a void energiájával mondhatni úgy, hogy megküzdött, és a hogy ez igen káros, és Megküzdött ez a Void energiával, lehetséges, hogy ellenállóbb lett a Void energiájához, és lehetséges, hogy a Void maga többször kapcsolatba is lépett vele, és a lótusnak igen, hogy is mondjam, hosszú és borzalmas, vagy hogy így mondhatnám Nathan, igen, hosszú és borzalmas álma lehetett a Lua-ban, illetve a Lua ugye benne a Void-ban, eléggé érdekes álma és nehézkes kínzás lehetett számára ott lenni, főleg, hogyha a voiddal tényleg meg kellett küzdjön, de mondja is, hogy a void őt megváltoztatta. Lehetséges, hogy ő maga ellenállóbb lett a voidal szemben szóval már rá nem hat úgy, mint ahogy a többi, szentet lehet, hogy képes ellenállni már neki, Na de. Lényeg, ami lényeg. Ez van egyelőre, srácok. Szerintem nagyon érdekes. Lehetséges, hogy ebből lesz még valami. Lehetséges, hogy a tenók eszközök tényleg a void kezében, egy nagyobb hatalom kezében, amely figyel, figyel minket, mondhatni így, figyeli a háborút. Lehet, hogy az egésznek az, az egész háborús a void kitolációja, és, és tényleg egy, egy eleve vezérelt úgy, hogy, hogy a gyerekek lettek megkímélve, a felnőttek pedig megőrültek, és, és hát, ja, meglátjuk, meglátjuk, hogy hogy alakul, érdekes lenne, természetesen ez csak egy fikció, ez egy elmélet, ezek utalások ugye a játékban, ami, ami lehet, hogy nem jelent semmit, de ha már a Chains of Hero kezdten Captain warren is és Lotus is beszél valamiféle hangról, ami, ami ott van akkor lehet, hogy van, van benne valami és a Digital Extreme az is lehet, hogy csak így elhintik a mózsákat, hagyják, hogy a közösség kidolgozza az elmélet, elméleteket és abból választanak majd egy történetet mert a Warframe története épp úgy alakul, ahogy mi kifantáziáljuk szerintem, és, és ahogy az megtetszik a Digital Extreme, na vigyük ebbe az irányba a játékot, mert ezt tetszik a közösségnek Ennyi lett volna a mai videó, remélem eh, tetszett, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, következő videóig iratkozz fel, nyomra rá a csengőjelecskére, kapj értesítés a videóktól, videókról, Discord szerverünkhöz a link a videó leírásában, bárki csatlakozhat. Még egyszer köszönöm a figyelmet, sziasztok!